Sziasztok, országosok, ez itt No Life, én Ákos vagyok, és folytatjuk a ShopKeep kalandozásainkat. No, új napra virradunk, újra kinyitjuk a csodálatos boltunkat, és látjuk, hogy senki nem jön, senkit nem érdekel. Hoppá, hoppá, visszatérő vásárlónk van, országosok. Éppen egy jó kis csajszi, aki még visszajött a Fire Resist Potionért, és még egy jó pajzsot is veszel? Na? Bezony. Na, még egy jó bőrpáncél, nem kell? Nem. Megnézzük, hogy hozzájárulunk a questtel. Meg 5 darab kard, 4 darab pajzsot kell eladni. Ó, hozzák be a mocskot 1000-rel. Söprögető üzemmód. Megjött közben az új szállítmány a kardokból. Meg pár bőrpáncér is lesz köztük. Most állokolni fogom a... vagy a druida, vagy a rugó cuccokat, hogy azokat is tudjuk árulni, és akkor nem csak warriorok fognak jönni a boltba. Na és te mit veszel? Kardot a pajzsod mellé. Ez tök jó, hogy mindegyik vevő, aki visszajön, az azzal jön vissza, amit már egyszer eladtál neki. Na és itt meg is lehet nézni a kis inventoriába, hogy mit vett eddig. Plain sword, head potion, meg wooden shield. Azaz, vegyél meg a kardod mellé egy potiont. Szép. Hoppá. Ennyi. Pörög. Pörgés van, viszik a potionokat, viszik a fegyvereket. Ez királyság. Tudjuk már benne állokolni? 123k-nk van, na akkor tier 1 warrior tudunk, tier 0 mage, tier 0 rugó. Legyen a rugó, kíváncsi vagyok, hogy összök mit akarnak. Ja, legyen a rugó. Na milyen rugó cuccokat tudunk berendelni? Ja, aha, nyilvesszők. Dobócsillagok, leather belt, ezt nagyon akarták venni eddig is. Ebből rendelünk jó sokat. Mondjuk azt nem tudom, hogy a leather belteket ezt mire tudom majd rakni. Vissza a páncélokat. Mondjuk a leather chest az jó rugónak, tehát akkor... azok most örülhetnek. Na, a leather beltek. Ó, ott is vannak. Ide tudom rakni. Ó, de mondjuk ebből sok fér ide. Ó, király, pont 9-et vettem. Ezeket meg akkor visszarakjuk erre a polcra. Aha, és itt is van az első leather belt vásárlónk, ahogy nézem. Ja. Király. És olyan érdemes szakosodni, hogy fullos rugót csináljunk először, vagy mindenből legyen egy kicsi. Ez hogy érdemesebb csinálni? No, első kesztyű szállítmány is megérkezett. Ó, és a kesztyüket ezt tudom polcra is rakni. Mondjuk már elég gusztusan néznek ki itt, hogy össze-vissza van rakva. Ó, rakom ide a kesztyüket. Jaj. Kesztyű is jó drága, vagy valami 40 arany. Hoppá, akartunk volna lopni egy jó kardot? Na, veszitek a bőrkesztyűket, vagy nem? Neked már van egy bőrpáncélod, akkor miért nem veszem el egy bőrkesztyűt? Potiont vesz. Szétesnek a polcok. Szétverik az emberek, nem igaz? Jó, most már szép. Szépen áll minden. A mocskot ezt behozod. Megnézzük, hogy a dobócsillagot, az hogy lehet tárolni. De azt hiszem, hogy asztalon. Rendelünk merre még íjakat is, vagy ilyen nyilakat. Igen, asztal, vagy ilyen kis pedesztel. Ajaj. Hát akkor nagy asztalvásárlás lesz mondjuk ide, meg ide egy. Hogyha vége van ennek a napnak. Mert ezek a pedesztálok, ezek nem gazdaságosak egyáltalán. Sőt, ezeket el is kéne adni. Nagyon nem figyelek már a tolvajokra, pedig nagyon pofátlanok. Tehát azokat ott el kéne adni, és akkor ide a helyre egy nagy asztal. Ide meg lehet, hogy polcokat teszünk még. A kardok azok annyira nem fogynak. Akkor mit akarok venni? Ja, egy nagy asztalt. Na, zárjunk be. Emberök. Hoppá, itt meg mindjárt már szétmegy a cuccos. Jó kis tartóka.
Meg valami segítséget. Biztos, hogy fel lehet venni a boltba, mert láttam, hogy vannak ilyen kis robotok. Itt akkor a nagy asztal. Várjunk ezeket először, beszegyűjtjük, már kicsit félek, hogy ezt utána már nem lehet. Úgy, egy ide. Egy meg ide. No, és akkor ezekre most itt kirakjuk a dobócsillagokat. Meg az ilyakat. Oké. Okay. Dobócs, aha. Jó, az íj az már, vagy íj, mindig íjat mondok, pedig ezek nyilak, nem baj, hogy az, de mindegy. Nem jó befektetés ez a nyíl, mert 14 aranyat, aranyért lehet adni. Ezeknek meg darabját 28-ért, és ezek sokkal kevesebb helyet foglalnak, úgyhogy dobócsillag biznisz lesz, nyilakat nagyon nem. Tudja a rák, biztos jönnek majd, hogy kifejezetten nyilakat akarnak venni. No, ide mit akartam én rakni? Maradék nyilakat? Igen. De meg akkor maradék kesztyűket. Meg akkor rendelünk be még övet, meg kesztyűt, meg pár páncélt. Na itt majd érdemes lesz nézni, hogy hogy fognak lopni az emberek. Na nyissunk ki! 10. nap. Akkor most azt hiszem évszakváltás lesz, mert 10 naponta van az évszakváltás. Amileg akkor most ősz lesz, mert most nyár volt eddig. Na, első shuriken vásárlónk is meg volt, yeah! És ez már vett potiont is. A rúgók azok még nem vesznek bőrpáncélt, csak a warriorok vesznek bőrpáncélt. És a questet még mindig nem csináltuk? Ja, de megcsináltuk, basszus, hogy nem figyelek soha, hogy mikor van kész a quest, meg mikor nem, mert ezer dologra kell figyelni. Na, quest. Mit választunk? Mi a következő? 20. Prepare for board. Itt 20 errót kéne eladni? Legyen az. Ma még úgyis van raktáron cucc. Csak ezeket meg nem nagyon veszik. Tehát ahány nyilat én leraktam az asztalokra, ott annyi van. Mocsok. Kardokat ezeket veszik, barendelünk is. Négyet. Na, vegyétek a nyilakat. Jász, ide is ki lehet rakni a nyilat. Hát ez egy jó balfaszul néz ki amúgy. Hoppa, 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 nem, kardokat nem lopunk. Csajszikám, mert az drága. Nézzétek már, mennyi ember van egyszerre egy boltba, és már végre nem az van, hogy csak itt az elején ide jönnek, hogy potion, köszi, azt léptem. Na, most már tök jó. Már járkálnak be mindenfelé. Hoppá! Kapás volt tolvajügyileg. És kardokat lopnak. Nem, hogy igazuk van, mert az a legdrágább kb. A boltban. Ja, 87 arany egy kard. Azt nézem, hogy ezek a nyilak nem igazán mennek. Mi a hot item most jelenleg? Poison sword, wooden spear, basic one, dragonborn sword. Hát jó, dragonborn swordot még azt tudom, hogy néz ki. Dobócsillagokból legalább abból visznek párat. Lehet, hogy a rugók körében még nem terjedt annyira el a boltnak a híre. Nem dumáltak ki egymás között, hogy hallod, voltál már a pénz, adjál már pénz boltba, és mondta, még nem haver, menjél, mert baromi jó dobócsillagok vannak. És tényleg, tehát gyönyörűek. Tényleg, basszus, azt nem is néztem, hogy a kesztyűk azok. Ó, a kesztyűk viszont nagyon mennek, már majdnem el is fogytak teljesen. Na rugókám, vegyél nyilat, mert az kéne nekem a questemhez. Ó, de jó arc vagy. Ővek is szinte teljesen elfogytak. Úgy néz ki, a warriorok nagy részre mint tanknak készül, mert pajzsok ezek még mindig rohadtul mennek. Kardok meg kevésbé. Na, nyilakat hogy viszitek? Hol állunk questből? 3-at vittek és 17-et kell nekik. Mi hogy állunk skill pointba? 84. Tudunk venni druida szerkókat. De most nem azt akarom. Na, tízezek. Hát ezt most veszem észre, ezt a... Igen, mert itt beleivódik
rugónak a páncélja. Bulk discount, hogy 10 000-kal olcsóbban tudjuk rendelni a cuccokat. Több pénzünk lesz. Ó. Megint mekkora disznóulat csináltak itt az emberek. Na, kicsit fejleszünk. Azt fogjuk csinálni, hogy berakunk plusz ide 2 polcot, és ezekre fogom én rakni a bőrkesztyűket, meg a bőröveket, mert ez most nagyon nagy sláger lett, úgy néz ki. Úgyhogy... úgyhogy be is rendelünk még párat. És shurikenből is úgy nézem, hogy kell még. Na, így ez lesz a bőröves polc. Úgy, ez pedig a kesztyűs. Ez jóval helytakarékosabb, mint ez az asztal. És akkor az asztalra meg... Mi az, amit csak asztalra lehet szinte csak rakni? Ja, ezek a shurikenek, igen. Na mindegy, ezek még elférnek itt is. Aztán állokolni kéne a kis kertet. Csak azt gondolom, először a mage-es, tier 0 mage-es cuccokat kéne állokolni, hogy jöjjenek egyáltalán mage-ek a boltba. Na nyissunk! 11. nap, azt hiszem. Ja. Na végre veszitek a nyilvesszőket, basszus. Alig veszik amúgy, mert itt 4/20, és már 2 nap alatt vettek 2-t. Ez így nem faja. Jaj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 
No. Hogy tudjam már felvenni? Azt a kurva bőrövet, na. Na, na. 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 Nem veszem fel a bőrövet. Amvelezzük en bű. Na, Chad Kroger, vegyél még valamit. A szép Fire Resist Potion-öt mellé. Na, egy jó. Jó bőrkesztyű, úgy is van. Kitűnő ízlés, nagyon jól megy a kis kockás inget mellé. Ú, meg itt is egy kockás ing. A kockás ingesek azok rugók, ugye? Viszont országosok, lett elég skill pointunk arra, hogy állnokolni tudjunk még egy vásárlói réteget, ami most vagy a druida, vagy a mage lesz, de én most azt mondom, hogy inkább legyen a mage, főleg azért, mert ha jól... Meg embercárt volt, jó. Ha jól sejtem, akkor most már tudunk bizony mana potion-t venni, amit többe kerül, mint a health potion. Fel is töltjük a készleteinket, berendelünk mondjuk át, még egy jó 15 health potion, 10 fire resist potion, és csinálunk egy új szekrényt a mana potionnek, ami így ilyen kis térelválasztó dolgot akarok. Nem tudom, hogy ez mennyire fog fogyni mondjuk. Úgyhogy egyelőre csak egy szekrényt veszünk neki. Meg... meg miket tudunk még most rendelni, így ami... Aha! Varázslókesztyűket. Varázslókesztyűket. Jó. Ú, de ez viszont... jó drága. Ú... a varázslókban van a nagy lóvé országosok, úgy néz ki. No, meg is jöttek a gyönyörű első mana potionjeink, hohoho. Jaj, de szép. Kék mindegyik. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Varázsló kesztyüket pedig... ha, ez a kis lila. Hova kéne rakni? Ide rakjuk előre, ahol a régebben a sima bőrkesztyük volt. Úgy... Fire Resist Potion-ökkel is betankolunk. Sima Potion-öket is telirakjuk. Kicsit javítunk. Ajajaj, rájuk fél. Viszont ahogy nézem, most tegnap nem nagyon folytak a shurikenek, mert ezt itt kb. Ugyanígy hagytam. Na se baj, majd ma nyilak fognak menni, mert mindenki potion-t fog inni, és közben nyillal torkon szúrja magát. Na, első mage-ünk? Hát nem valószínű, hogy a mage-ek pajzsa járnak. Olyan jó érzéssel tölt, nem tudom, biztos ennek is megvan a pszichológiája, hogy mindig így újra töltjük a kis polcokat, és megint teli van. És mindjárt megint fogy belőle, és megint telirakjuk.
Ja, például így. Hoppá, tolvaj, tolvaj, tolvaj. De jól megfogta a kis tolvajvédő cuccunk. Mármint nem a tolvajokat védi, hanem az árut. Na, itt az első mage. Crunchy Bridley, de nem jön még be. Ezek a mage-ek nem nagyon... Ezek a low level mage-ek nem nagyon különböznek a warrior-októl. A rugóknak azoknak kockásingük van. A legtöbbnek. Ez milyen furcsa, hogy a warriorok jobban lopnak, mint a rugók, pedig azért arra számítani az ember, hogy rugók jobban lopnak. Pedig ez mage, ez tuti, hogy mage. Nem, mert fél potion lopott. Ó, és valaki vett már egy wizard glow-t. Na, varázsló kesztyűt, de miért nem láttam én azt? Nem biztos, lehet söprögettem. Na, egy újabb mage vásárló. Shield potionokat vesznek pedig. Aha, tehát igazából nem feltétlenül vesz olyan dolgot a kaszt, ami neki jó. Csak egyszerűen fog jönni, tehát kb. Háromszor ennyi ember fog jönni hozzánk. Na? Vagy csak szimplán máshogy lesznek elnevezve? Én egy valószínűleg majd a játék vége felé fognak nagyon elütni majd kinézetre az emberek, mikor már nem csak ilyen tier 1-es hoppá cuccokat tudok majd árulni, hanem ilyen tier 2-seket is, tier 2-eseket is. De! Pajzsok viszont ezek megálltak, nem viszik egyszerűen. Első tulajdonosa a mana potionöknek, nézzétek meg, Donna Romeroz. Kicsit olyan spanyol beütése van a nevének. Hoppá, hoppá. Na, kaptunk is az achievementet, a They Never Learn. De ez így nem jó, hogy az őv az úgy bugosodik befelé, hogy ezt én az életbe többet nem tudom kivenni, amúgy. Lehet, hogy azt kéne, hogy az utcán kéne árulni a nyilakat, mert ezeket így nem fogják vinni. Na, bepróbáljuk egy 10 nyillal, hogy viszik-e. Hogyha az utcán kínálgatjuk, mint hogyha a testünk lenne. Nem szabad, de gondolom csak rugók fogják megvenni. Na majd most így offerelünk neki. Igen, ők nem szereti. Rugóknak kéne adni, mint például te. Igen, ők viszik. Hát akkor eladjuk így. Szaréhugyér, sajnos. Warrior, warrior. Warrior. Nem írja ki a nevét, warrior. Ó, még egy rugó. Ó, te vigyél még hazafelé egy jó izé akciós nyílvesszőt, király. Most warrior ez mana potion fog venni? Haver. Haver. Másik haverod meg főleg. Na. Na, most már potion se tudom felvenni, király. Hoppá, hoppá, hoppá. Most miért futnak? Miért futnak? Hát megöltem egy tolvajt, haló emberek, hát most hagyjam futni? Hát ezt mondjátok, egy kicsit túl van reagálva a dolog, hogy egy Fire Resist Potionért embereket ölök? Ez van. Fantasy világ. Itt muszáj. Muszáj egyszerűen keménynek példát kell mutatni. Nem az kell, hogy tiszteljenek, az kell, hogy féljenek. Pajzsok azok nem mennek ma sem. Mit csináltál? Ja, az áróra van. Na jó van. No, viszont én itt emlékszem olyasmire, hogy valami kis robot izé kell. Aha, boddog. Has not been unlocked yet. De ez hogy kéne unlockolnom nekem? Mert itt a skilleknél meg nem látom nagyon, hogy hol van. Place and use, valószínűleg az engineering kéne hozzá. Aha. Hát arra viszont nincsen elég K-pontom még. És igazából most K-pont kéne, mert... Gyakorlatilag minden van a boltban, leszámítva ezt a Wild Growth Potion-t. Ja, basic van! Hát én ezt nem árulom! Oh. Hát ebből egy 10-et legalább. Dobócsillagokból is szerintem fogyott rendesen. Árulunk ilyen Wild Growth Potion-t is. Hú, viszont jól fogytak a varázslókesztyűk is. A varázslókesztyűknek veszünk egy... Úgy... Vegyétek a wandokat. És varázslókesztyűknek meg rakunk egy plusz polcot. Rakjuk ide mondjuk a varázsló sarkot. Jaj, de nem tudunk. Oh.
Mindegy, ide amúgy is akarok ennek az új potionnek egy helyet. Hát ide is rakjuk. Ó, meg leather bootsokat se árulok én itt, bassza meg. Csodálkozom, hogy nem hánynak szét pénzzel. A leather bootsnak ennek milyen... milyen cucc kell? Mert akkor jön ide. Itt a cipő. Húzzátok a gyökér lábatokra. Na most a varázsló kesztyűknek nem maradt hely. Pedig azok is jó pénzért vannak. Hogy ízlésesek legyünk, most visszajönnek a pedesztálok. Bizony, és ezeken lesznek a szép kis varázslókesztyűink. Hogy rakjuk ezeket? Oké, így. Hogy, hát szerintem ennyi elég, mert ezből úgyse fog annyira gyorsan fogyni. Jó. Oké. Okay. Na országosok, a következő részben azt hiszem, hogy elég felkészülten fogjuk várni a vevőket. Meg rámegyünk majd arra, hogy... hogy druidák is jöhessenek, meg a tier 1-es warriort is össze kéne szedni a gírüket, hogy azt is lehessen árulni, mert az már biztos, hogy kicsit komolyabb lóvé, mint ezek a tier 0-ás cuccok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Akinek tetszett a videó és lájkolta, az haverunk, aki kommentet vagy szeretne az országos panunk, és akkor még fel is iratkozott az intergalaktikus cimboránk. Tisztelt!